A hosszúra nyúlt, erős köddel induló utazás után sárgalapos eltiltások, sérülések és egyéb okok miatt egy teljesen szokatlan összeállítású csapat lépett pályára az ez idáig nem túl acélosan szereplő vendéglátók ellen. Illés, Kaszner, Bori, Vékony, Lencsés, Denzinger, Marsa, Kincses, Samanya, Soron, Kovács felállítású vendégcsapat már az 5. percben veszélyeztetett. Ekkor Kincses indította Gasznert a jobb oldalon, beadását Soron lekezelte, de 10-ről fölé durrantott. 10. minutumban Marsa futtatta Kovácsot, aki 12-ről a kapus kezébe lőtt, majd Bori jobboldali szabadrugását Vékony fejelte Pergel kesztyűi közé. 11. percben Pergel bújt ki védőink közül, de kisodródva az oldalhálóba lőtt. 2 perccel később Sorontól kapott remek labdát Kincses, 16-oson leadott lövés a kapu fölött hagyta el a játékteret. Újabb 2 perc után egy a védőkről kipattanó labdát Bontó 20-ról lőtt a kapu mellé. 35. minutumban Gasner jobboldali átadás után Soron kissé jobbról fél fordulattal 15 méterről mellé trafált. Második félidő egy nagy gólszerzési lehetősége kezdődött. Soron cselezgetett a bal oldalon, beadását Kovács lekezelte, majd teljesen tiszta helyzetből a kapu mellé kurított ordító zicser volt. Az 51. percben Szabó szánt el magát lövésre 20-ról, labda kipattant Illésről, Bontó 8 méterről ismételt, azonban ezt a kapus már fogta. 53. percben a Kovácstól kapott labdát Kincses 18 méterről lőtte rá. A hazai hálőr az alapvonalon túlra mentett, nem sokkal később pedig Soron cselezgetett a büntető területen belül, gyanús körülmények között került a földre. Sommer játékvezető sípja azonban néma maradt. Az 56. percben Gasner jobboldali beadás után Soron egy igazítás után mintegy 8-ról a kapu közepébe lőtt, ezzel 1-0. 62. percben Samanya helyett Varga lépett pályára. 66. percben Szabó a jobb oldalról beívelt és hetesi az ötösön fejelt nagy helyzetből fölé. 68. percben Bori trükkös sarokrúgása Marsára jött ki, ő pedig 15-től úgy lőtt látványos gólt, hogy labda keresztény az alsó lapjáról pattant a gólvonal mögé, ezzel már 2-0 ide. 2 perc elteltével kavarodás hazai kapu előtt először Kincses ellen szabálytalangodtak, majd Kovács nemes egyszerűséggel felrúgta a hazai kapus, következmények nélkül. 76. percben jobboldali beadás után a késlekedő védők közül a kiinduló kapus fölött hetes emelt a kapu fölé. A 82. minutumban Német, aki sárgalapot kapott már a bemelegítés közben, érkezett Kincses helyett. Beállása után nem sokkal 16 méteres ballábas lövése kínálta meg a hazai kapust, siker nélkül. 86. percben végképp eldőlt a meccs. Soron a bal oldalról befelé cselezett, majd 13 méterről lőtt, a labda kapussal kipattant, szemfüles Varga pedig az 5 és felesről a hálóba pofozta, ezzel már 3-0. Az utolsó 2 percre pályára lépett Szokola is, Soron helyett. A meddő első fél idő után biztos győzelmet aratott csapatunk, türelmesen és fokozatosan felőrölve ellenfel erejét. Jobb kezdett kihasználással a bicskei győzelem akár nagyobb arányú is lehetett volna, és így a maroknyi, de annál lelkesebb, Bicske Tiger szurkoló, akik közel 500 km-t utaztak aznap kedvenceikért, kárpotolva lettek a múlt heti hazai Veszprém elleni vereségért. Hogyan tudnád értékelni ezt a mai találkozót? Úgy gondolom, végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, dominálni tudtunk, sok helyzetet kidolgoztunk, 8-10 komoly lehetőségünk volt, ebből 3-at gólra váltottunk, hogy megérdemelt a győzelmünk. Az első félidőt felejtsük el, ugye, mert az olyan, amilyen volt, az első félidő 0-0-val, de a másikban egyértelműen kidomborodott a fölényünk. Én azt gondolom, az elsőben is uraltuk a játékot, az ellenfélnek nem volt igazán helyzete vagy komoly lehetősége. Igaz, hogy mi se tudtunk nagyot kialakítani, volt 2-3 olyan lehetőség, ami potenciális gólszerzést hagyott maga után. Nem jött be, másodikba tudtunk váltani, tudtunk sebességbe rátenni még pluszban, úgyhogy megérdemelt a győzelmet. Így van. 250 km-re Bicskétől egy nagyszerű győzelmet arattunk. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztük a 3 pontot. A mérkőzésnek az első fél ideje hiába voltak meg azok a lehetőségeink, amivel hamarabb megszerezhettük volna a gólokat. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól játszott az ellenfelünk is. A második fél időre aztán én azt gondolom, hogy egyértelművé vált az első gólunk után, hogy ez a mérkőzés ez meg fog jönni. Voltak fordulópontok, ami egy-két szituáció kivételével azt mutatta, hogy ha rároljuk a másodikat vagy a harmadik gólt, akkor teljesen eldől a meccsnek a kimenetele. Nagyon büszke vagyok a srácokra, nagyon nagy erőket mozgosítottak. Én azt gondolom, hogy most a lelkivilágunknak nagyon kellett ez a 3 pont, és ráadásul egy ilyen nagy arányú győzelem. Hát igen, egy igen lelkes hazai csapat ellen nyertünk, hiszen jól játszottak, és az utóbbi időben nagy arányú győzelmeket arattak, hiszen 4-1, 5-1, 6-1-es győzelmük is van. Igaz, nem olyan erős ellenfelek ellen, de azért Érdet verték, Zsámbékot verték, és ez igen értékes ez a győzelm számunkra.
Ezért mondtam, nem szoktam olyan dolgokat mondani, amit nem így látok, hogy tele vannak értékes futbolistákkal, jó képességű játékosokkal, extra sebességű játékosokkal. Én azt gondolom, hogy ma az döntött a mi javunkra, hogy csapatként nagyon jól futballoztunk, nagyon küzdöttünk egymásért, és lehelyenként nagyon látványos futballt is tudtunk bemutatni, szemnézszebb támadás vezetésekkel, és hát én azt gondolom, hogy a három gól is, amit rúgtunk, az önmagáért beszél. Egy kicsit ez a mai győzelem emlékeztet a MOL Fehérvár elleni 2-0 sikere, hiszen utoljára az az egyetlen egy győzelmünk van idegenben, és most megszületett a másik győzelmünk. Hát, hogyha azt nézzük, ugye, hogy a forgatókönyvet, és ugye ott két gól, itt három góllal idegenben nyerni, az mindenképpen egy hatalmas dolog, de természetesen a két mérkőzés összehasonlítani nem lehet. Azért nem biztos, hogy annyira szerencsés, hogy volt a játékosom ma, aki reggel 4 órakor kelt, hogy a mai mérkőzésen mai gólt is rúgjon ráadásul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a mentális tényezők, és mondom azt, hogy nagybetűs csapat voltunk, ez nagyon fontos volt ma. Hát még egyszer gratulálok a győzelemhez, nagyon jó játszottok a fiúk, további sok sikert csapatunknak. Köszönjük szépen. Kedves nézők, Varga Lászlót látják, a Bicskei csapat egyik ifjú újoncát, hiszen 17 éves vagy. Tegnap játszottál egy nagyon fontos mérkőzést a Phoenix ellen. Először kezdjük már azzal a mérkőzéssel, hogyan emlékszel vissza arra a 4-2-es vereségre, hiszen 2-2-es félidőbeli eredmény után volt esőnk győzni, de mégsem tudtunk. Te hogyan értékeled azt a találkozót? Az első félidő szerintem a miénk volt. Jobban játszottunk, arra egyértelműen pozitívan emlékszek vissza. Két szép gólt lőttünk, lőhettünk volna többet is, személy szerint nekem is volt két komoly helyzetem, sajnos nem sikerült belőni. A második fél időre szerintem nem úgy jöttünk ki, mint ahogy kellett volna, és sorsdöntő volt az első 15-20 perc. Maci, arra a két nagy helyzetet, te hogyan emlékszel vissza, hiszen az, ha jól tudom, 100%-os helyzet volt? Hát az egyik mindenféleképpen 100%-os. Sajnos belelőttem, igen, belerúgtam a visszafutó védőbe, azt lehetett volna, be lehetett volna tolni elé, de a másik az meg egy eltört lövés volt. Sajnos nem találtam el jól. Mai mérkőzésre rátérve győztünk itt Teskándon 3-0 arányban. Először is összességében hogyan értékeled a találkozót? Szerintem jobban játszott a csapat, több góllal is nyerhettünk volna, mint három. Én úgy gondolom, megvoltak a helyzeteink, nagyon örülök a győzelemnek. Te rúgtad az utolsó gólt, a harmadikat, hogyan emlékszel vissza arra a találatra? Hát igazából nem volt nehéz azért 2 méterről, de a gól az gól, nem kell megmagyarázni. Szerintem jó volt, végigkísértem az egész támadást, és sikerült belőle. Így van, hát jókor voltál jó helyen, ugye, szokták ezt mondani, ez így igaz. De hogyan emlékszel vissza arra a kis időre, amit kaptál lehetőséget a mestertől? Harakiri volt, küzdelmes volt, hiszen egy jó csapatot győztünk itt Teskándon. Szerintem végig tudtunk focizni, tehát nem kellett tördelni a játékot, és nem kellett előre rugdosni. Uraltuk a meccset, ezt az eredmény is alátámasztja. Gratulálok még egyszer, köszönöm szépen az interjút, sok sikert neked és csapatunknak. Köszönöm. Hát először is gratulálok a sportszői meg a jó játékhoz, mert jól játszottatok, mégis kikaptatok. Hogyan tudnád értékelni ezt a 0-3-as, illetve ezt a 3-0-as vereséget? Az első fél időben tényleg, amit megbeszéltünk, az működött, és úgy érzem, kőkemény mérkőzés volt, tehát mind a két csapat keményen próbált játszani. Az első fél idő az 0-0 lett, ami szerintem igazságos is volt, nem is volt benne szerintem. Én úgy gondolom, a másik fél időben se lett volna benne ez a 3-0. A második fél időben kijöttünk, a Bicske az jobban ránk jött. Függetlenül az első 10 percet megúsztuk, és utána megint elkezdtünk olyan egyéni hibákba beleesni, amit sajnos az egész bajnokságban elkövetünk. Tehát középen elcselezzük, abból azonnal gólt kapunk, megbeszélünk szöglet variációkat, az összes szöglet variációra felkészültünk a Bicskéből, ettől függetlenül háromszor ugyanazt eljátszották, a harmadikra be is ütötték, ahogy kell, és utána sajnos a mi csapatunk az olyan, hogy egy-egy ilyen szituáció után lehajtott fejjel megy tovább, sajnos ezen kell változtatni. Harmadik az meg már az megjött magától. Sajnos kevés helyzetünk volt, ami volt, azt ugye kihagytuk, ugye 2-0-nál volt egy nagy lehetőségünk, hogy 7 méterről fölé emeltük, amiből szerintem egy kicsit szorosabb mérkőzés lehetett volna ott. Képzeld el, a szünetben a hazai nézők úgy nyilatkoztak, mert én mondtam nekik, egy gólos meccs, ha mi rúgjuk az első gólt, akkor mi nyerünk, ha ők rúgják az elsőt, ők nyernek, de azt mondta a néző erre, ha ők kapják az első gólt, akkor többet is fognak kapni, és ez így lett. Mi ennek az oka?
Hát ezt próbáljuk meg. Amit az előbb is elmondtam szerintem, hogy megkapjuk a gólt, és utána a fejbe szerintem egy-két ember olyan, mint hogyha föladná tényleg a mérkőzést. Sajnálom, hogy ez így van. Ettől függetlenül egy héttel ezelőtt ez nem így történt, mert pont a Móra ellen ott viszont fel tudott állni a csapat, és egy szép győzelmet és egy fontos győzelmet tudott aratni. Igen, és ezt mondtam fél időben, hogy ez lehet, hogy egy gólos mérkőzés lesz. Én bíztam be, hogy azt majd mi fogjuk rúgni. Akkor egészen máshogy alakulhatott volna egyértelműen. Sajnos igen, tehát ezt nem tudjuk elkerülni sajnos. Mind a két gólunk, de az első meg a másik is teljesen egyéni hiba volt. Egy sima labdát haza kellett volna, vagy ki kellett volna fejelni mezőnyben, mit csinálunk, elfejeljük oda, ahol az ellenfél játékos áll, ő pedig, és abból szöglet lesz, amiből meg is kapjuk a gólt, ugyanaz az ember hibázik, aki nem fejeli ki. Egyébként az utóbbi időben elért eredményeitek az dicséretes, hiszen győztetek az Érd ellen, a Mór ellen, a Zsámbék ellen, és nem is kis arányban, hiszen egy 4, egy 5, egy 6, egyes győzelem. Ez nem a véletlen műve. Hogyan értéked ezeket a győzelmeket? Hát a mi csapatunkban benn van az, hogyha tényleg az első gólt mérjük, akkor egészen máshogy alakulhatnának a mérkőzések, és ha megnézzük olyan tabellát, és a kapott gólokban sajnos ott vagyunk szinte az utolsó helyen a Mórral együtt, viszont rugott gólban meg ott vagyunk szerintem a 6.-7. helyen, tehát tudunk gólokat rúgni, de az a baj, ha megkapjuk, utána valahogy a csapat nem tud úgy pörögni, ahogy mi szeretnénk. Az idegenbeli mérlegetek az jobb, mint a hazai. Minek tudható ez be? Egyébként 3 győzelem van idegenben, 2 győzelem itthon, de van egy súlyos vereségetek a 3. kerülettől. Milyenek azok, hiszen 3 győzelem idegenben jobb szereplés, a 3. kerület egy nagy arányú vereség, nem tudom hova tenni a csapatodat. A 3. kerület elleni nagy arányú vereség azért nem volt az akkora vereség. Lehet, hogy a számszerű az 8 volt, igen. De én úgy gondolom a második félidőben ott is nagyon jó fociztunk. Szerintem lehetett volna ott 5-0 után 5-2-5-3 is lehetett volna, sajnos ott nem rúgtuk be a helyzeteket. Az utolsó 3 percben kaptunk 3 gólt, ami szintén azt mutatja, hogy sajnos egy-két ember, hogyha kap egy gólt, akkor lehagyja a fejét. Én azt mondom, hogy nyugodtabban játszunk idegenben, mint itthon. Nagy nyomás alatt vagyunk, nem akarok belemenni nagyon mélységesen, hogy mi az oka. Talán ezt a kisebb csapatok érzik, hogy egy olyan bajnokság után, amikor szinte veretlen vagy, megnyersz mindent, megnyered az osztályozót oda-vissza, ami egy nagyon jó csapat ellen, ugye a Szeged ellen, és akkor utána ugyanaz várják a nézők, és sajnos inkább negatív kritikákat kapunk folyamatosan mérkőzésen, én is és a játékosok is, és szerintem ez is nagyon rosszul esik szerintem a játékosoknak. A Bicske előtt le a kalappal, tehát nekik olyan szurkolótáboruk van, hogy élvezett előttük játszani, őt nem hallottam egyetlen egy szidalmazást. Mi állunk, a kapus véletlenül nem tudja kirúgni, akkor már azonnal cseréd le, a játékosom elrontja, akkor azonnal cseréd le, mondjál le, tehát nálunk ez van folyamatosan idehaza. Én úgy gondolom, hogy idegenben ezért is talán egy kicsit nyugodtabban tudunk játszani. Igen, amit ön is mondott, vagy mondtál, a 3. kerület ellen volt egyetlen olyan vereségünk, a többi, mint partiba voltunk. Még visszatérve az előző évrészen a megyei bajnokságot 5 ponttal nyertétek, utána nyertetek egy nagyon fontos mérkőzést a szegedi VS ellen. Az ellen a VS ellen, amit nyertetek 2 mérkőzés, és hasonlít az a mérkőzés az itteni NB3-os mérkőzésekre? Még nagyon kemény mérkőzések vannak, mondjuk meg őszintén, igen, itt az NB3 nyugati csoportjában. Igen, mi azt látjuk, hogy tehát a megyei bajnokság, én legalábbis ezt látom, hogy a megyei bajnokság és az NB3 között van a legnagyobb lépcső. Tehát a mi játékosaink azok teljesen amatőrök. Tanulnak, illetve dolgoznak. Este jönnek ide, fociznak, próbálunk annyira lehet frissíteni, de azért sokszor fáradtság is benn van a játékosokban, tehát ez borzasztó nehéz. Azért itt nagyon sok csapat, nem tudom, a Bicskénél mennyi olyan játékos van, aki nem dolgozik, de itt nálunk szinte mindenki dolgozik. Nincs olyan játékos, itt nálunk egyáltalán nincs olyan játékos, aki nem dolgozna a foci mellett. Nagyon nehéz ezt összeegyeztetni. Van különbség a Megye 1 és az NB3, óriási különbség. Ettől függetlenül az a Szeged szerintem egy jól összerakott csapat volt akkor. Szerintem egy kicsit meglepetés is volt, mivel megnyerték az amatőrkupát is. De én szerintem ott fejben rendben voltunk. Hiányzik a középpárról egy olyan játékos, akit ettől függetlenül büszkék vagyunk, mert a haladás elvitt innen MB2-be. Ő nagyon hiányzik onnan nálunk középpárról. Szerintem egészen más lenne az egész mérkőzésnek. Bent tudtok maradni az MB3-ban? Az a célunk, de nagyon nehéz. Az látszik, hogy ha ránéz valaki a tabellára, akkor az látszik, hogy ott van a Zsámbék, a Mór, a Csorna és mi vagyunk ott. Ugye az Etét nem fogom ide venni, az Ete innen el fog
menni a visszajátszókkal, majd én úgy gondolom, meg most úgy hallottam, hogy a harmadik kerület ellen nyert is, tehát ez a négy csapat közül fog három kiesni, szerintem, tehát csak három, remélem, hogy nem mi leszünk. Tehát nagyon fontos meccseket meg kell nyerni, a Mórt és a Zsámbékot megvertük, sajnos a Csornát nem, az ott hiányzik az a pont, de ettől függetlenül azon leszünk, hogy benne legyünk, de nagyon nehéz. Attila, úgy látom, hogy itt lelkes labdarúgók és lelkes vezetők is vannak, hiszen mérkőzés előtt láttalak, hogy te is labdáltál a kezedben, mint vezetőedző ugye dolgoztál, hiszen nem neked lenne ez a dolgod, de mégis annyira önérzetes vagy, hogy mindent a egyesületért végzel itt a Teskánnál? Hát, igen, amit kell. Igen, az ember lelkes, meg nekem nem derogál az, hogy most vegyek egy lapátot, aztán levigyem onnan, amit le kell onnan vinni a kapu elől. A vezetők is tényleg beletesznek mindent, nagyon lelkesek, dolgoznak. Nekünk az igazolások nagyon nehezek, tehát mi itt azért nyáron próbáltunk meg összerakni egy csapatot, többé-kevésbé sikerült, ma úgy látni. Nagyon nehezen tudunk igazolni, mivel itt nagyon húzó erő Ausztria, amivel nem tudunk versenyezni, tehát nem lehet versenyezni. De egyébként a feltételek adottak itt az NB3-as szereplés, a Teskándon? Én azt, ahogy látják, a vezetőség teljesen mindent beletett, tehát itt a fedett lelátó elkezd, az infrastruktúra, most építkezés is lesz itt, az épület bővítése, egyedül aztán a kis padunk, ami hiányos, azon kívül szerintem mindent megtett az egyesület azért, hogy tényleg ott tudjunk lenni az NB3-ba, és reméljük, hogy a jövőben is ott leszünk, de borzasztó nehéz lesz. És vannak elképzelések még a infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban? Igen, mindenképpen. Mik azok? Hát most az épületbővítés, az de mindenképpen. Ott lesz edző? Vagy itt bővített? Vagy itt ezt bővítünk, a többiről nem akarok beszélni, persze vannak elképzeléseink, reméljük, hogy az majd az meg is fog valósulni. Folytatás, a labdarúgó világbajnokság vasárnapi nyitónapja miatt rendhagyó időpontban, november 19-én szombaton, 1 órakor az Érd ellen.